A Képviselőház Közlekedési Bizottsága vitát szervezett a Nemzeti Légitársaság a tárom helyzetéről. A társaság vezérigazgatója, Mihajica Urszó azonban nem jelent meg az ülésen. Korábban is többször megtagadta már a bizottsági meghallgatásokon való részvételt. A tárom évek óta súlyos veszteségekkel működik, ezért a bizottság tagjai élesen bírálták a vezérigazgatót. Hosszú ideje kérdéses a tárom Nemzeti Légitársaság helyzete. A cég jó ideje a csőd szélén áll, viszont a Közlekedési Bizottságnak nincs rálátása arra, hogy a nemrég nyújtott anyagi támogatás után milyen a társaság anyagi helyzete. Bár többször felszólították Mihajica Urszó vezérigazgatót, hogy jelenjen meg a bizottság előtt és számoljon be a tárom helyzetéről, a közlekedésről szóló vitán sem jelent meg a többi érintett körében. Benedek Zakariás, RMDSZ-es parlamenti képviselő a vita után híradónknak azt mondta, ilyen hozzáállás mellett Urszó nem maradhat a tárom élén. Effektív azt mondta, hogy most nincs ide, vagy nem, hogy nincs ide, nem tud válaszolni ezekre a kérdésekre. Erről nekem csak annyi a véleményem, hogy a miniszternek lépnie kell. Tehát, hogyha olyan főigazgató van a táromnál, aki nem tud a kérdésekre válaszolni, egy bizottság kérdéseire, fontos kérdéseire a vállalat életéből, akkor nincs értelme ezt az embert ott tartani, mint igazgató. A tárom adósságállománya folyamatosan növekedett az elmúlt években. Jelenleg 1 milliárd 286 millió lej tesz ki, míg egy évvel korábban csak 990 millió lej volt. Ebből az összegből egy évnél rövidebb idő alatt kellene kifizetnie 465 millió lejt a beszállítóknak, 445 milliót pedig más adósságok tesznek ki, köztük az államkasszával szembeniek. A cég az elmúlt egy évben 15%-kal csökkentette alkalmazottainak számát.